Március 26-a és 28-a között erdélyi körútra indul a KMDSZ, az egyetemi kínálat bemutatása és a magyar középiskolások egyetemmel kapcsolatos tájékoztatása véget. A KMDSZ elnökét, Hatos Attilát köszöntöm, szervusz, köszönöm, hogy bekapcsolhattunk téged. Köszönöm a meghívást, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nos, hát azt tudjuk, hogy az egyetemek is igyekeznek reklámozni magukat. Mi az, amivel a KMDSZ ehhez képest többet tud szállítani információk szempontjából, meg mindenféle szempontból a potenciális diákok számára? Igazából az egyetemi kínálat mellett, a kolozsvári egyetemi kínálat mellett még kicsit a diák életről, a diákszervezeti életről és a kolozsvári egyetemista létről is szeretnénk beszélni, néhány szóban bemutatni ezeket, hogy is néz ki, amikor Kolozsvár teljes értékű pezsgéssel van jelen a diákság életében, és nem egyetem specifikusan, nem csak egy egyetemet mutatunk be, hanem az összes kolozsvári felsőoktatási intézményről szót ejtünk, annak függvényében, hogy a diákok melyik egyetem, milyen kar, milyen szak után érdeklődnek. Mi volt a tapasztalata az első kiadáskor? Mire voltak kíváncsiak inkább? Az első kiadás annyiban másabb volt, hogy akkor a nyári egyetemünket, vagyis a tavaly nyáron a nyári egyetemünket pótolta, azzal a céllal, hogy a koronajárvány miatt a diákok nem tudtak Kolozsvárra jönni, és úgy gondoltunk, hogy ha nem tudnak ők Kolozsvárra jönni, akkor mi, a KMDSZ, egy kis szeletet a kincses városból elviszünk Erdély különböző szegleteibe. Akkor is a korlátozásoknak megfelelően természetesen kevesebb létszámmal, viszont több helyszínen be tudtuk mutatni Kolozsvárt, és azt tapasztaltuk akkor, hogy nagyon nyitottak a diákok, és már akkor egy idő óta az online tanulás után nagy igény volt a személyes kapcsolatokra, a személyes találkozókra. Most is abban bízunk, hogy az előregisztráció által megtelnek a helyek az adott városokban, adott teraszain, és teljes mértékben nyitottak a diákok arra, hogy így személyesen tudjunk egy kis bemutatót tartani. Hát a menetre visszatérünk még, hogy hol és mikor találkoznátok velük. Arra kérdeznék rá, hogy mondjuk a mostani első évesek tapasztalata szempontjából, ugye csábítgattuk őket, hogy jöjjenek Kolozsvárra, aztán egy néma város találtak igazából, sok esetben ugye bentlakásokban ülnek, vagy pedig otthon, attól függ, hogy ki hogyan tudta az életét megszervezni. Mi az, ami így biztatás lehet számukra, főleg azok számára, akik következő évre készülnek majd idejönni? Hát mi nagyon bízunk abban, mondjuk már a múlt nyáron is nagyon bíztunk, hogy ősztől visszaáll minden a normális kerékvágásba, és hát ha nem is teljes mértékben, de azért meg tudjuk tapasztalni, hogy milyen a diákélet, vagy meg tudják tapasztalni, hogy milyen a diákélet. Most egy év így eltelt a koronavírus kitörése óta, és most már tényleg abban bízunk, hogy annyit fejlődtünk, és annyira most már lassan hozzászoktunk a körülményekhez, és ahhoz, hogy most már folyamatosan a fiatalabbak is, a fiatalabb generáció is fontosnak tartja az oltást, és ezáltal mi hamarabb vissza tudunk térni Kolozsvárra, és ősztől teljes mértékben hát offline oktatás lesz a hagyományos oktatás. Itt azt is kell tudni, hogy amellett, hogy a diákélet nincs, azért az oktatás sem annyira fenntartható így online, mint offline, amilyen jót ki lehet hozni az adott tananyagból. Persze. Hát mondjuk el akkor, hogy mikor, hol lesztek. Milyen városokba utaztok, és hány órakor várjátok az érdeklődőket? Nagyjából úgy néz ki a program, hogy két részre szakad a csapat, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség vezetősége, és ezáltal egy hétvége alatt be tudjuk járni Erdélyt. az egyik része a Székelyföldi régiót fogja a hátára venni, és a másik csapat, az Észak-Erdély és a Párcium, mi részen fogja Kolozsvárt és a kolozsvári egyetemeket bemutatni. És nagyjából úgy van, hogy két bemutató van egy napra, tehát van egyik helyszínen délelőtt, és akkor átutazunk a másik helyszínre, ami délután lesz. 13 órától kezdődik az első, és 18-19 órától, vagy 16-18 órától kezdődik a másik, az attól függ, hogy mekkora a távolság a két helyszín között, viszont ez mindenhol, vagyis a Facebook oldalunkon elérhető a pontos időpont az adott helyszíneken. Nagyjából ezt kell látni, hogy két helyszín van egy napra, és van egy délelőtti és egy délutáni dátum. A részletek pedig időpont. A Facebookon. Említetted, hogy regisztrációhoz kötött. Gondolom, hogy a vírushelyzet miatt próbáltátok valamilyen módon korlátozni, hogy létszámban, meg egyáltalán, hogy legyen az együttlét. Igen, mindenképp szerettük volna azt, hogy lássuk, hogy hány diák jön, hogy az adott településen az adott korlátozásoknak megfelelően tudjuk alakítani a létszámot. Van, ahol például már Zilahon meg is haladta a résztvevők száma azt, amekkora a befogadó képessége a helynek. Itt tudni kell, hogy nagyjából mindenhol teraszokon leszünk, vagyis a teraszokon leszünk, mivel az egy általánosan elérhető hely mindenkinek, és ezeknek a létszámoknak próbálunk megfelelni, úgyhogy azokban ott, ahol még nem írtuk ki a Facebookra, hogy hogy nem lehet már jelentkezni, oda nyugodtan még a diákok beküldhetik a jelentkezésüket egy egyszerű űrlap kitöltésével, és akkor tudjuk követni, és még pontosabban informálni arról, hogy hánytól lesz, hol lesz, mire számítsanak, mit hozzanak magukkal, és ilyen belsős információkat. Hát nem marad más hátra, mint hogy sok sikert kívánjak hozzá, a diákoknak pedig, akik ide vágyakoznak, üzenjük, hogy Kolozsvár jobb lesz bizonyára jövő ősztől kezdve. Ebben reménykedik mindenki. Köszönöm szépen, hogy jelen voltál ilyen formában is, Attila. Köszönöm én is a meghívást, szép napot kívánok! Így van.